Az Európai Gyógyszerügynökség azt tervezi, hogy megvizsgálja a Sputnik V vakcinákat oroszországi gyárakban és klinikákon. Az ügynökség ügyvezető igazgatója azt mondta az Európai Parlament egészségügyi szakbizottságának, reméli, hogy megkapja majd az orosz oltóanyag is a forgalmazási engedélyt az EU-ban. Dolgozunk a vizsgálatok megszervezésén. Reméljük, hogy ez egy értékes vakcina lesz, hogy kiegészítsük vele az európai lakosság számára rendelkezésre álló oltóanyagokat, és reméljük megkapja az európai szintű engedélyt, ugyanazon biztonsági, minőségi és hatékonysági előírások alapján, amelyeket minden vakcina esetében alkalmazunk, magyarázta Amer Cook. Közben az Európai Bizottság megerősítette, minden eszközt felhasznál annak érdekében, hogy az AstraZeneca brit-svéd gyógyszergyártó vállalat szállítson annyi koronavírus elleni vakcinát a tagállamok számára, amennyit vállalt. A vakcina hiányt főképpen az AstraZeneca okozta. A vele kötött szerződéssel komoly problémáink vannak. Több 100 millió oltóanyag szállítását vártuk a cégtől, de ennek negyedét sem kaptuk meg, magyarázta az Európai Bizottság egészségügyi főigazgatóságának vezetője. Az AstraZeneca körüli bizonytalanságot fokozta az az amerikai hatósági bejelentés, hogy elavult információkat tartalmazhat a cég amerikai teszteredménye. A gyógyszergyártó hétfőn azt közölte, 79%-ban bizonyult hatásosnak vakcinája az Egyesült Államokban.